Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával, a JG menüről szeretnék beszélni. Miért? Menüből bizony Dunát lehet rekeszteni, rengetegféle menü van, egy csomó olyan van, ami egy adott felülethez hozzá van kötve, tehát egy asztali környezet saját menürendszere, az nagyon jó. Lehet, hogy odébb tudod vinni másik asztali környezetbe, ablakkezelőbe, lehet, hogy nem. Azaz, hogyha váltani akarsz, előfordul, hogy a menürendszer az ott marad, és neked újat kell bekonfigurálni, újat kell összerakosgatni. Azaz, minden rendszerbe telepíthető. A telepítése egyszerű, nem kíván különösebb függőségeket. Azaz, gyakorlatilag egy különálló menürendszer a JG menü, és én nagyon-nagyon megszerettem. Miért? Hát mert egyszerű. Univerzális. Ez nagyon fontos, a sima start menütől, azaz megnyomod a start gombot, és akkor kapsz egy menüt, vagy rákattintasz egy ikonra, és kapsz egy menüt, vagy elindítod terminálból, és kapsz egy egyszerű start menüt, amivel a programjaidat összegyűjti és elindítja, attól kezdve komolyabb, például a Mabox Linuxot, hogyha láttátok, illetve azon fogok egy-két dolgot bemutatni, az ott lévő komoly menürendszerig minden megoldható, azaz, kettő darab programot el szeretnék indítani témakörtől, az összetett rendszerig bármi összerakható, egyszerű. Egyszerű, és ez nekem fontos, mert gyakorlatilag én nem szeretnék különböző programozói nyelveket megtanulni, és nem szeretnék egy olyan menürendszerrel foglalkozni, amibe a menü elkészítése hosszabb idő, mint az egésznek a használata. Azaz szívesen babrálom a gépet, szívesen állogatok bármit, de amikor már olyasmi kell, hogy órákat kell guberálni az interneten, hogy valami beállítást megtegyek egy egyszerű menübe, hát az nekem nem való. Tehát ezeket én általában kerülni szoktam, illetve az egyszerűségnek az az egyik nagyon-nagyon jó ismérve, hogy milyen a beállító állománya. Tehát hogyan tudod beállítani sima ini megoldást, bármely normális szövegszerkesztővel kezelhető, olvasható módon tudod szerkeszteni. Itt természetes, nem kell különösebb egyéb szövegszerkesztő vagy menüszerkesztő eszköz. Akár a menübeállítás, akár a konfiguráció simán olvasható, tehát nincs abban semmi extra dolog, nem kell különböző programozási nyelveket megtanulni, nincs ott semmi más, csak sima szöveg, ami nem struktúrált, azaz nem olyan, mint például az Openbox-nak a beállító állományai, ami azért egy kicsit összetettebb, és oda kell figyelni. Itt is oda kell figyelni, de nagyon egyszerű. A szintaktika nagyon jól átlátható, a menü összeállítása nagyon egyszerű. Ezért mondom az egyszerűséget ennyiszer el, mert át fogjuk látni. Először beírod azt, hogy milyen néven jelenjen meg az adott menüpont, azaz beírod mondjuk, hogy fájkezelő, utána vesző, utána jön az a parancs, amit futtatni akarsz, és utána jön, ha van kedved, ikon. Utána vannak különböző egyéb beállítások is, de aki ezt a hármat megjegyzi, név, parancs, ikon közte vesző, és utána működni fog. Gyakorlatilag ennél egyszerűbbet nem lehet kitalálni, mert aki ezt nem látja át, hát bizony az inkább használjon Windows-t. Ami nekem nagyon fontos volt, hogy kezelje az almenüket, ami szintén egyszerűen történjen meg, azaz egyszerűen beírom a parancsokat, pár sor bemásolom, és utána már ő almenüként fogja használni azokat a menüket, és ezt lehet cifrázni, ha akarod, de nem muszáj. Azaz az ini fájlok nagyon egyszerűek. Hát nézzünk is egy pár olyan beállítást, mármint mintát, amit a Mabox-ba találtam, gyakorlatilag az összes ilyen Mabox-os cucc, amit pluszba ide kerül, az valószínű jó eséllyel, az esetek nagyon-nagyon nagy részében a JG menüre van alapozva, azaz meglátjátok, hogy nem egy egyszerű kapunk egy start menüt felkiáltású dolog, hanem összetett dolgokat is meg tudunk oldani ezzel. Nézzünk is egy pár példát. Nagyon egyszerű. Nézzünk példákat. Itt van egy menü, megjelenik, almenük vannak, jól néz ki, szépen néz ki, be lehet állítani almenü almenüjét? Igen, be lehet állítani almenü almenüjét. Az teljesen lényegtelen, hogy éppen mit rajzol ki, és mit tesz itt, és mit fog nekem csinálni ez a menürendszer, de az a lényeg, látnivaló, szép,
Vannak ikonok? Vannak ikonok. Jól néz ki? Jól néz ki. Megoldható. Ha ide kattintok, itt is előjön egy menürendszer, teljesen mindegy, hogy mit csinál. Menürendszer JG menüre van alapítva, és láthatóan be vannak állítva, működnek, azaz kényelmesen, jól használható, szépen összeállítható, különböző parancsok futtatására alkalmas menüt kapunk. Gyakorlatilag az összes olyan elvárást, amit egy menürendszer felé én támasztok, azt meg tudja tenni, jól nézzen ki, egyszerű legyen, gyors legyen. Ennél több nekem nem kell. Első lépésként mi a teendő? Telepíteni kell. A telepítése egyszerű, nem kell túlzásba vinni. A JG menünél egyetlen egy hátrányt találtam, ami nem hátrány, mert engem igazából nem hatott meg a dolog, az, hogy nem találtam az interneten több száz beállítási fájlt, nem találtam több száz mintát, találtam egy-kettőt, amit az ember úgy átnéz, hozzáteszem, maga a beállítási lehetőség, az ő konfigurációs állománya, az nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű, a leírása nagyon jó, át kell olvasni. Azaz, egyszer átfut az ember azon, hogy milyen lehetőségek vannak kinézeti beállítás, mert itt külön van a kinézetnek a beállítása, tehát a JG menü működése, illetve azok az állományok, amik magát a menüt adják, azaz, ez miért jó nekem? Azért, mert beállítok egy beállítást, ő azt a beállítást tartja, kinézeti, elhelyezkedési, keretezési, szín összeállítási beállítást, azt tartja, és ahhoz én akármennyi beállítófájt, olyat, ami a menüképet adja, olyat össze tudok rakni. Azaz nagyon-nagyon kényelmesen konfigurálható. Ahogy látjátok, átjöttem MX Linux-ra, ennek egyetlen egy oka van, mert a Mabox rendszer, amit jelenleg használok, az nagyon saját képére szabta a JG menünek az összes konfigurációs állományát, és így nem tudom bemutatni a Natur működését, mert állandóan az ő beállításai kerülnének előtérben. Ezen tudnék változtatni, de gyakorlatilag egyszerűbb nulláról elindítani ennek a rendszernek a felépítését, és a példákat hozni. Feltelepítettük a JG menüt, villámgyorsan fel is jött, nézzük is meg, hogyan működik. Első körben írd be, hogy JG menü, és megkapod azt az alappanelt, ami be van állítva. Gyakorlatilag egy alappanelt fogunk kapni, egy start menüt. Azaz, akinek egy start menü kell, és semmi egyéb, de elégedetlen az ő saját rendszerébe kapott start menüvel, megkapta. Nem azt mondom, hogy ez a legcsodálatosabb startmenü alapbeállítások szerint, hanem annyit mondok, ez egy jó startmenü, van bent keresősáv, benne vannak az összes olyan állományok, olyan programok, olyan lehetőségek, amik számunkra kell, megkeresett, kiválasztott, ABC sorrendbe fel vannak ők sorolva, ennyi. Alapbeállítás, ennyi, semmi egyéb olyasmi nincs, ami egy kiemelkedő lenne a többi közül. A következő gondolat természetesen, azt hiszem mindenkinek az első gondolat az, hogy vagy a helpet, vagy a mant, vagy az internetes leírást el kell olvasni. Az ő leírása nagyon jó. Azt kell mondanom, hogy nagyon jó. Keresőbe beütitek, hogy JG menü, megkapjátok a leírást, telepítési gondolatokat, egyebeket. A következő gondolat, elindítjuk a JG menü aláhúzás run init. Ez a programocska, illetve ez a kapcsoló elkészíti nekünk az alapkonfigurációs állományunkat, ezzel nekünk ezentúl nincs semmi teendőnk, a konfigurációs fájlt nem kell saját magunknak begépelni, nem kell másolgatni, ő elkészíti számunkra. Azaz, egy enter, és elkészíti. Ezek után megkaptuk azt, hogy JG menü run init h, az adja ki nekünk a segítséget, hát nézzük is meg, milyen segítség van. Értelemszerűen ott van, és mindenki el tudja olvasni, hogy az i kapcsoló egy interaktív beállítási lehetőséget ad, én ezt hanyagolom, mivel maga a rendszer annyira egyszerű, mind a két konfigurációs fájl igencsak jól átlátható, én nem szoktam a beállítást interaktív módon beállítani, miért? Mert egyszerűbb, hogyha szerkesztem, H. A H kiadja az összes konfigurációs lehetőséget, illetve az összes kapcsolót. Nekünk jelen pillanatban a témázás az, ami nekünk fontos. Azaz,
Különböző előre beállított témák vannak indulásnak, ez bőven jó, hiszen jelen pillanatban nem is az a lényeg, hogyan néz ki, bele lehet nézni a konfigurációs állományba, és lehet látni, hogy annál egyszerűbbet nehéz kitalálni. Na nézzük is meg, azt mondja, hogy soroltassuk fel vele a témákat. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 darab. 8 darab van benne, gyakorlatilag mindegyiket meg lehet nézni, hogyan néz ki. Én azt gondolom, hogy legyen az utolsó, amit be fogunk állítani, azaz az utolsót beállítjuk, Enter, és meg is van, lementette a konfigurációs fájlt, és akkor nézzük meg, hogy JG menü, és látható, egy kicsit más, hogy néz ki, gyakorlatilag a alapsablonokat meg kell nézni, különböző beállításokat meg kell nézni. Én úgy gondolom, hogy mindenképp átnézi az ember, ha van már 8. Olyan alapsablon, amit villámgyorsan tudunk változtatni, akkor nézzük is meg, hogy mi az, ami a másikban más. Most keressünk egy másikat, azt mondjuk, hogy JG menü téma, és legyen a Col2. Col2. Az egy másik fajta kinézet, lementette a konfigurációs fájlomat, és JG menü, ő pedig így néz ki, mint az előző. Hát ezt be fogom csukni, gyakorlatilag annyi, hogy JG menü, Col3, mert az előző olyan volt, amit ismertünk, és JG menü, ő meg így néz ki. Látható, vannak benne szép, normálisan kinéző sablonfájlok. A 8-at végignézve biztos találsz egy olyat, ami alapértelmezettségben neked teljesen megfelel. Nézzük is meg, hogy hogyan néz ki ennek a állománya, az az állomány, amelyet mi szerkeszteni fogunk. Az állomány nem fog senkinek nagy meglepetést okozni, hogy a saját könyvtárat konfig állományai között fogja előkeríteni, és a JG menü könyvtárban van. Gyakorlatilag miről beszélünk? Van egy pár backup, mentés, tehát lehet látni, hogy van különböző mentési állomány, amit szépen tud szerkeszteni, vagy visszaállítani. Ugye milyen okos ez a rendszer. Egy párszor próbálgattam ezt azt beállogatni, amikor váltottam egy sablont, abban a pillanatban megkapta a mentés, tehát a mentés nagyon fontos számunkra, bár ez gyakorlatilag visszaállítható dolog az alap esetben, a sajátunkat meg úgyis fogjuk menteni, ha kell. JG menü RC, látható, hogy nagyon szépen kiírja az összes lehetőséget, a lehetőségek egy részét, mert a leírásban azért ennél több van. Alap esetben látni, ami érdekes lehet, a pozíció, az centerre van állítva, a menünek a széle egyéb beállításai, azok beállíthatóak pixelbe, beállíthatóak, illetve a színek beállítása, az mit jelent? Hát nyilvánvalóan a színek beállítása nagyon egyszerű, a szabvány RGB-A megoldással dolgozunk, tehát a color menü BG adja azt, hogy a háttér milyen legyen, a hashtag után következő szám adja a szint, és a 65 pedig a átlátszóságot, az áttetszőséget. Gyakorlatilag azt hiszem, ezen mindenki el fog tudni menni sorvezető nélkül, de első feladat és nagyon fontos feladat, hogy legalább egyszer unalmas perceidbe a leíráson lapozzák, mert ez csak karcolgatja a felületet, hogy a beállítások között mit lehet megtenni és mit nem. Én úgy tapasztaltam, minden be van építve, ami egy átlagos embernek kell, kinézet és egyéb beállítással semmi gondunk nem lehet, egy kis próbálkozás után, illetve egy kis gyakorlat után már olyan lesz, amilyet szeretnénk. Hozzáteszem, az alapértelmezet bőven jó, adja azokat a kinézeti elemeket, azokat a szépészeti elemeket, amire nekünk szükségünk van. Azaz, van egy szép kis beállítási lehetőség, elolvasva a leírást nem okozhat gondot. Hozzunk is létre egy minta állományt. Gyakorlatilag létre kell hozni egy sima szöveges állományt, legyen a neve minta CSV. Én azért a CSV kiterjesztést szoktam használni, mert valóban a táblázat. Sima, veszővel elválasztott táblázatot fogunk létrehozni, ami alapvetően így nagyon bonyolultan hangzik, de létrehozunk egy sima állományt, és szerkesztjük. A szerkesztés viszonylag egyszerű, mert gyakorlatilag
látható, hogy először meghatároztam azt, hogy web, tehát ez legyen felírva a menüpontba, hogy web. Akármi lehet, vesző. A futtatandó parancs, Firefox, egyértelmű, ki kell próbálni egyébként az összes parancsot, amit ide beírogatsz, beszoktam másolni, hogyha ennél bonyolultabb. Terminálba, ha elindítja azt a folyamatot, amit szeretnél, itt is fog működni, majd megint kapsz egy veszőt, és utána beírod annak az ikonnak a nevét, amit szeretnél használni. Hogyha ilyen jobban elterjedt programot használsz, vagy egy általánosabb ikont szeretnél használni, akkor elég az ikonnak a nevét beírni, a futtatandó programmal általában ez meg szokott egyezni, ahogy itt is látni, de hogyha nem, akkor meg kell adni az egész elérési útvonalát. Hát természetesen nem kell megijedni, nem fejből kell tudni kilométer hosszú dolgokat, hanem rákattintunk a startmenüre, ez még a MX Linux saját startmenüje, mert elégedett vagyok vele, gyakorlatilag beírom, hogy ikon, és akkor kiad egy olyat, hogy ikon browser. Oké, nagyon szép. Ez bizony kikeresi számunkra azokat az ikonokat, amik telepítve vannak, és kiírja nekünk az elérési útvonalát, amit ki tudsz vágni. Oké. Én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ezt az ikonkereső kis programot telepítse, hatékonnyá teszi a munkáját. Oké, készen van a nagyon-nagyon bonyolult rendszerünk, ahol egy darab menüpont közül lehet majd választani. Egyetlen egy dolog, amire még kitérnék, ahogy látni, itt is a hashtag, tehát a kettős kereszt, a megjegyzéseknek a szimbóluma, azaz a mintaállomány nem lesz oda fölírva, erre figyeljünk, tehát ezt nem azért emeltem ki, mert innét nem derült volna ki azonnal, hogy bizony ez így van, hanem azért, mert ez a kommenteknek a helye, tehát a hashtag utáni szöveg nem kerül megjelenítésre, de hogyha szeretnél főcímeket, címeket, alcímeket adni valamihez, összetettebb menürendszernél, arra is van természetesen lehetőséget, azokat is szépen be fogjuk konfigurálni. Hát nézzük is meg, hogyan működik ez a összetett rendszer, azaz lementem, és sikerült. Átléptem terminálba, és lehet látni az összetett parancsort, azaz jégemenü, kötőjel, CSV file, tehát hol van a beállító fájlom, egyenlő az adott könyvtárba, én egy helyre szeretem elrakosgatni, az adott könyvtárban van a minta CSV. Hát nézzük meg, hogyan működik. Látható, összetett, bonyolult menürendszert sikerült összehozni, ahol van egy ikonunk, ott a név, és hogyha rákattintok, elindítja a keresőt. Bonyolult volt? Nem. Ennél összetettebb menü elkészítése annyi időbe telik, amilyen gyorsan te tudsz gépelni. Ha te villámgyorsan be tudsz gépelni 30 sort, akkor villámgyorsan el fog készülni a 30 bejegyzéses menüd. Hogy te mit teszel vele, az természetesen a te dolgod, parancsokat lehet indítani, programokat lehet indítani, sok egyéb olyan feladatra nagyon alkalmatos, amit igazából az ember napi szinten használ, de esetleg a menüben, a start menüben meg kell keresni azt a programot, vagy esetleg terminálba be kell lépni, vagy esetleg a te ikonsorodra berakott kis ikonkákról szoktad indítani. Most egy helyről tudod az összes ilyen feladatsort, feladatokat, programokat indítani, kényelmes dolog, higgyétek el nekem. Ahogy látni, feltöltöttem különböző programokkal, illetve ikonokkal, kettő darab dolgot próbáltam ki. Az első az, hogyha nem gyári ikont, tehát könnyen elérhető ikont szeretnék használni, hanem internetről, innél onnan egy leszedett ikonokat szeretnék használni, az mennyire működik. Azt kell mondanom, hogy egy szabvány SVG ikon simán megjelenítethető, tehát hogyha megfelelő gyárilag az ikon témával lévő ikonok nem tetszenek, és egy kicsit egyénire szeretnéd szabni a saját programjaidat, például scripteket, hogyha futtatsz, akkor érdemes saját ikonokat gyártani, letölteni, változtatni rajta, hogy nem mindig ugyanazok az ikonok legyenek, és a másik, a PNG is simán működik, tehát a menü PNG, ahogy itt lehet látni, az is simán működik a Rangernek,
a Rangerhez hozzáadott ikon lesz az, ami ott megjelenik, azaz bármilyen olyan ikont, amit összeszedsz az interneten, egy könyvtárba, vagy akárhány könyvtárba, teljesen mindegy, berakosgatod és hivatkozol rá. Jelenleg nekem elég össze-vissza vannak, itt is vannak ikonok, de gyakorlatilag ez egy teszt dolog, szeretném megismerni ezt a jégmenüt, hát ha valószínű egyébként ez a hátha ez lesz a fő menürendszerem, sok tervem van vele, hogyha beválik, de haladjunk is az alapokkal. Azaz, megjelenítetjük. Átléptem terminálba, minta legyen megjelenítve, ráütöttem, megjelenik. Két dolgot lehet látni, az egyik természetesen az, hogy simán megjelenik minden, amit szerettem volna, azaz ezzel különösebb problémám nem lesz, egy oszloposra állítottam át, a szélességén még változtatni kell, a Ranger ikonja, amit ide betettem, az szépen működik, illetve a Mega NZ-nek az ikonját is egy kicsit megváltoztattam, az internetről letöltött, megjelenik, szuper! A kinézet jó, gyakorlatilag milyen gondolatokat lehet tenni? Egy általános gondolatot tennék meg, hogyha te valamilyen saját rendszert szeretnél összehozni, nagyon szépen össze tudod hozni, nyilvánvalóan itt az egyoszloposnál a szélességét össze kell nyomni, de az hát egyelőre nem ez a feladat, hanem mi a lényeg? Nézzük meg, hogyan vannak a feliratok. A feliratok elég csúnyák így, hiszen van jó hosszú, meg van jó rövid. Én úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy a leghosszabbat valahogy lerövidíteni, hogy beleférjen egy szép téglalap alakba az egész, és akkor már egy kicsit konszolidáltabban néz ki. Oké, ez csak egy felirandó dolog, amin egy kicsit változtatni szeretnék. Jelenleg az a lényeg, hogy működik. Oké, működik, de gyakorlatilag van körülbelül egy tucat bejegyzésem. Mi a probléma ezzel? Az, hogy bizony se nem ABC sorrendben van, úgy könnyű lenne keresni, se nem tematika szerint van. Azaz, valamelyiket ki kéne választani. Rakjuk össze tematika szerint, tehát azonosakat egy csoportba, és tegyünk egy elválasztót. Egy elválasztó berakása már szétválaszt 2-3-4 akárhány részre ilyen oszlopokat, és sokkal könnyebben meg fogunk találni valamit. Na jó, hát ebből lépjünk ki. Ebből kilépek, visszamegyek a Rangerhez, és látható. A következő a minta 2-es lesz, ugyanez, csak be van rendezve kategóriánként, és egy kis kalap, szep és zárójelek. Ez vonalakat fog hozzáadni, mindjárt megnézzük, hogyan működik, tehát ha megnyomod az Alt-Grund gombot és a 3-ast, akkor megkapod ezt az egyszerű kis háromszöget ilyen kalapjelet, a szeparátor értelemszerűen és a zárójelnek fontos szerepe van, azaz ez meg fog így szépen jelenni, csikok lesznek, szuper! Visszamegyek a terminálhoz, és azt mondom, hogy minta 2, és a minta 2 meg fog jelenni. Rögtön látod, a szeparátorok megvannak, a vonalak megvannak. Ennél egyszerűbb elválasztást a világon nem lehet kitalálni. Szépen fog megjelenni. Logikusan, hogyha egy kicsit összébb húzom majd a kinézetét, akkor szebben néz ki, de valóban az elejétől a végéig szépen egy vonalat berajzol, és szerintem mindenki örülhet neki, hogy valahogy konszolidáltan, normálisan néz ki az ő általa elkészített, villámgyorsan elkészített rendszere. Egy gyors változtatást fogunk tenni a menü szélességét, én egy picit lejjebb veszem, azaz lejjebb veszem, és 2.50. Egy számot beírtam, kérdés az, hogy jó lesz ez a változás, vagy nem, nem felejtjük el a lementést, és átmegyünk terminálba, és azt mondjuk, hogy minta 2, a minta 2-t szerkesztettük, remélem, és lehet látni, oszlopos lett, menü ott van, igen, a menü ott van, még lehet ezen variálni, megmutatom a variációt, de igazából nem egy olyan dolog, amit ne tudnátok ebben a pillanatban. Nézzük ki meg, amit én említettem, hogy ezen lehet variálni, visszamegyünk. Exit, visszamentem, és menü, igen, minta 2. Azt mondtuk, hogy Alt-Grün, 3, szep és zárójelek. Igen, ez egy nagyon jó dolog, vonalt fog csinálni. Ide bemásolom, oké. Ide bemásolom az elválasztót, úgy. Ide is jön az elválasztó, úgy. Hogy azért szép legyen, itt is,
Ide bekerül a szeparátor. Oké, és ide is berakunk egy szeparátort. A jobb olvashatóság kedvéért egy üres sort be fogok rakni. Gyakorlatilag ez nem változtat semmit, hozzáteszem, hiszen az üres sorokat ő át fogja ugorni, tehát nem lesz ott plusz elválasztás, de a szeparátort betettem, nem felejtjük el lementeni. Gond, és visszamegyek terminálba, és ugyanezt elindítom. Látható, most már alatta fölötte ott vannak az elválasztók, a vonalak és az audio, a fájlkezelő és egyéb az szépen benne van. Logikus, hogyha szeretnéd szélesebbre, hosszabbra venni, azt a beállító fájlba megteheted, de azt mondom, hogy sikerült egy olyan menüt összehozni, ami számunkra kényelmes, hogyha te ezt ikonhoz teszed, ikonhoz illeszted ezt a parancsot, vagy gyors billentyűhöz illeszted ezt a parancsot, az teljesen mindegy. Lényeg az, hogy van egy menünk, amit tudunk használni. Ennyi az alap dolog. Gyakorlatilag egy ilyen menü összeállítása egyszerű parancsokkal nem lehet több mint 5 perc a gépelési, illetve másolási szokásaidnak megfelelően pár perc alatt össze tudsz dobni egy ilyen menüt. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó menükészítést kívánok, láthatóan nem volt egy nagy agysebészet egy valahogy kinéző, normális menüt összehozni. Ez csak minta volt, természetesen csak minta volt, azért raktam így össze, hogy lássuk, hogy működik-e, ki tudtam próbálni. Egyébként én valóban most kezdtem el ismerkedni vele, nagyon megtetszik, gyakorlatilag egyszer olvastam el a leírását, 2-3 nekifutás után már ilyen menüt össze tudunk rakni. Köszi szépen, sziasztok!